Több mint 20 éves baráti irodalmi kapcsolat fűzi össze a Vörösmarty Társaságot a kárpátaljai magyar írókkal és költőkkel. A társaság tagjai ezért gyűjtést rendeztek, hogy így módon is kifejezzék segítő szándékukat. Természetes nekünk is, hogy akik ott élnek, írótársak, költőtársak, irodalombarátok, közösségek, azokon a magunk módján segítünk, vagy segítsünk. Én rendkívül büszke vagyok a Vörösmarty Társaság közösségére, mert hát mint itt látható, körülbelül 300 ezer forint értékű adomány gyűlt össze, amit ma viszünk föl Budapestre, és onnan szállítják majd Kárpátaljára a magyar íróbarátoknak, költőknek. A gyűjtés eredményeként a tartós élelmiszerekkel megrakott autók Repsz Gyöngyi, a Hérosz titkára segítségével jutott el Budapestre, hogy aztán elindulhasson Kárpátaljára. Kizárólag tartós élelmiszert azt kérték, hogy arra van most a legnagyobb szükségük. Én azt hiszem, hogy látva a társaságnak a hozzáállását, azt hiszem, hogy fognak még adakozni a kollégák. Bobori Zoltán még elmondta, a gyűjtést természetesen mindaddig tovább folytatják, amíg a háború véget nem ér.